Az európai szomszédság politika arra irányul, hogy támogassa a gazdasági társadalmi reform folyamatokat az Európai Unióval szomszédos országokban, hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosság nyíregyházi konferenciáján. Az egyelőre EU-n kívül maradó országok közül Magyarország esetében Ukrajnával, valamint további két uniós tagállammal, Szlovákiával és Romániával közösen valósul meg a négy oldalú határon átnyúló együttműködési program, röviden az ENI. Megjelentek az ENI pályázati kiírásai, illetve meg fog jelenni a közeljövőben a következő köre is a pályázatoknak. Mindenképpen azt szeretnénk, hogyha a határ két oldalán lévő szervezetek, beleértve természetesen azokat a szervezeteket is, akik nem csak Ukrajnából és Magyarországról jönnek adott esetben, hanem az erdélyi területekről, illetve felvidékről, egyeztessenek arról, hogy esetleg milyen pályázati ötletek jöhetnek szóba a határmenti fejlesztések kapcsán, figyelembe véve azokat a prioritásokat, amelyek a kiírásban szerepelnek. A találkozóra olyan magyar és határon túli lehetséges partnereket hívtak értekezni, akik sikeresen pályázhatnak az ENIS kiírásra. Elsősorban önkormányzatoknak jelentenek ezek lehetőségeket, illetve mellesleg civil szervezeteknek, különböző infrastruktúrális, illetve fejlesztési gondjaiknak a megoldására. Kérem én a hulladékkérdés, tehát hulladékra lehet beadni pályázatokat. Civil szervezetek közötti együttműködésekre, kulturális programokra, kulturális örökségvédelemre, turisztikai elképzelésekre, turisztikai útvonalakra, tehát ezek azok a lehetőségek, amelyekre önkormányzatok, civil szervezetek pályázhatnak a következő időszakban. A program a nagy infrastruktúrális beruházások tekintetében a nyílt pályáztatás módszerét alkalmazza, a pályázati felhívás pedig november közepéig tart. Az új pályázati kiírások hamarosan megjelennek, hangzott el a konferencián.